Az éjféli szemmis előtti pillanatokban vagyunk. Négy hetes adventi készületünket megkoronázva és betetőzve elérkeztünk mindenki számára talán az egyik legkedvesebb ünnep megülésére az év során. Karácsonyt ünnepeljük. Azt gondolom, hogy nagyon sok családban és nagyon sok embernek az életében a hitélettől függetlenül az egyik legjelentőségteljesebb ünnep ez az eszendő során. Nagyon sok családban elhangzik ma, hogy ez a szeretet ünnepel. Egyesek ilyenkor legyintenek és azt mondják, hogy mi értelme van mindennek, hogyha az év során egyébként nem tudjuk ezt megünnepelni, megőrizni. A keresztény ember számára örömmel és reményel teli az az üzenet, hogy Jézus Krisztus születésének az ünnepe megmutatja számunkra, Isten végtelen szeretetét az ember iránt. Mi nem egyszerűen a szeretetet, mint olyat ünnepeljük, hanem a nagybetűs szeretetet, Isten emberek iránti végtelen szeretetét. Az idők teljességében Jézus Krisztus születésekor az Isten el akarta mondani az emberiségnek, hogy mennyire szereti őt. Vállalta azt, hogy a mi nyelvünkön, az ember nyelvén mondja el ezt, ezért született ide közénk egy kisded alakjában a gyermek Jézus. Ezért vállalta azt a nehéz földi sorsot, amely mindannyiunknak osztályrészül jut, a küzdelmeket, a nehézségeket, de természetesen ugyanígy az életnek a mindennapos örömeit is. Szeretnénk azt, hogy ez az ünnep mindannyiunkat oly módon érintsen meg, hogy az elkísérjen bennünket majd az új esztendő során is, kilévve annak a néhány napnak a keretéből, amely a családi ünnepléseket határozza meg ezekben a napokban, karácsony napjaiban. Az éjféli Mise talán lehet így mondani, hogy az egyik leghangulatosabb liturgikus szertartás az eszendők során, hiszen az éjszakában átéljük azt, hogy az idők teljességében, az éjszaka csendjében érkezett el hozzánk Jézus Krisztus, aki magáról azt mondja az evangéliumokban, én vagyok a világ világossága. Azért jött közénk, hogy az emberiség történelmének büntősebbzet sötétségét, mindazt, amit az életünkben legszívesebben elrejtenénk, a hibáinkat, a nehézségeinket beragyogja az ő csodálatos isteni világosságával, hogy legyen bátorságunk vállalni az életünket, legyen kapaszkodunk, amely kivezet bennünket az életünknek a sötét, nehéz pillanataiból. verseket mondta. Tulajdonképpen ezzel telt a gyerekek számára az egész szenteste délutánja. Házból házra mentek, és mindenütt kaptak elég sok adományt. Egy nagyságban gyűjtögették az ennivalót, sőt, még pénzt is kaptak. éjjel. Galíra a názáretneki városában József is földön Istenet találkozó, a akarva és ilyen Karácsony napjaiban természetesen mindenkit szeretettel várunk itt a templomunkban, az ünnepi szentmisékre, hogy közösen együtt ünnepeljük a megváltó születésének szent titkát. Én minden kedves családnak, de azoknak is, akik egyedül töltik a szentestét, élethelyzetükből, családi állapotukból adódóan, Kívánom, hogy a születő Úr Jézusnak a békéje ragyogja be a szívüket, az otthonukat, töltse el Önöket végtelen örömmel ezekben a napokban, olyan örömmel, amely nem néhány napig tart, nem elfogyni akar, hanem amely tovább akar bennünket vezetni az életünk során. Békés, boldog, Istentől megáldott karácsony kívánok mindenkinek.